Most kezdve a felkészülést a csapat a következő idényre, de itt azért a háttérben már komoly munka folyt a nyáron is, hogyha jól tudjuk, jól tudom. Hát így van, ugye nem volt leállásunk, tehát igazából nem álltunk le, függetlenül az, hogy a tavalyi szezon azért előbb befejeződött, úgyhogy onnantól kezdve azért készítettük el a következő szezon. Tehát ugye először is elvaltuk a szálakat, tehát azt gondolom, hogy mindenkinek egy új helyzet volt a vírus, Covid vírusnak a megjelenése. Én azt gondolom, hogy a klub teljesen jelesen vizsgázott ebből a vírus helyzetnek a kezeléséből, ebből kivették a részüket a játékosok is, tehát nagyon nagy lojalitást mutattak a klub irányába, úgyhogy én azt gondolom, hogy így közösen tudtuk úgymond túlélni, átviselni ezt az időszakot. De az időszak ez jó volt arra is, hogy fölépítsük ezt a következő szezont, tehát több időnk volt fölépíteni mind a háttér dolgokat, illetve mind a játékos keretet. Tehát annyit láttunk, hogy igazából nagyon sok játékos nem igazoltunk a távozók helyére. Jelen pillanatban kettő új igazolásunk van, tehát a csapat gerincét egybe tudtuk tartani, egybe is kívántuk tartani, ez is volt a cél. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen hogy egy előny a mi számunkra, tehát nem kell új dolgokat megtanítani játékosoknak összeszokni, mert nagyjából már én azt gondolom, hogy kész vannak a játékaink, tehát az tisztában van. Vele az új játékosok beépítése azt gondolom, hogy könnyen fog menni. Én még azért, meg az edzővel, a Marosán Györgyet tervezzük azt, hogy legyen még egy igazolás, tehát azért még nyitva hagytuk a kaput, tehát azért mi is meg akarjuk nézni, hogy hogyan áll össze a keret, tehát hogy minél több játék lehetőséget tudjunk, vagy játékformát tudjunk úgymond lejátszani, ahhoz én azt gondolom, hogy mindenképpen még gondolkodunk egy erősítésbe, de nem minden áron, tehát azt gondolom, hogy ez a következő év, ez mindenki számára egy új helyzetet fog jelenteni, tehát nem tudni, hogy lesz-e második hullám a vírus terjedésében, azt hogyan fogjuk tudni kezelni. Most a mai nyitó megbeszélésen azért ez egy nagyon fontos témakör volt az orvosi tím részéről is. A lányok így a kezdés előtt egy tesztet írtak, illetve a külföldi játékosok, a külföldön jönnek, ugye a góc pontokból jönnek, ővelük meg készítettünk tesztet, vagy egy tesztet fognak átesni, ami ugye hétfőn fog megtörténni, tehát addig nem is csatlakoznak a csapathoz, addig nem is fognak a csapat keretével érintkezni. Úgyhogy azt gondolom, hogy próbáljuk mi valamilyen szinten ezt kezelni, hogy ne ebbe a közösségbe ne éljen be, illetve ugye mi fölkészülünk arra, és meg beszéltünk, meg volt téma az orvosi csoporttal az is, hogyha netalántán megkövetkezik, akkor milyen teendőink vannak. Én azt gondolom, hogy felkészültünk ilyen téren is, de ugye nagyon nehéz lesz felkészülni, mert ugye azért idén az összes mérkőzésünket az aréna szabályában játszunk, és hogyha lesz egy második hullám, akkor én azt gondolom, hogy ez lesz a legnagyobb problémánk, hogy a szurkolóinkat nem fogjuk tudni kiszolgálni. Én úgy gondolom, hogy meg is érdemlik a szurkolóink ezt az aréna szabályát, tehát láttuk, hogy az elmúlt évben két mérkőzést tudtunk az aréna szabályába, de igazából mind a kettő szintet. Az egyik az teltház volt, ugye Győr, a másikon is azért 2000 fő kijött, tehát van érdeklődés a kézilabda iránt, van érdeklődés a csapat iránt, úgyhogy én azt gondolom, hogy próbáljuk a legmaximálisabb környezetet biztosítani a szurkolóink számára. A szurkolókról beszéltünk, akkor mit ígér a szurkolóknak a vezetőség, a klubvezetés, mik lesznek az elvárások, a célkitűzések a szezon tekintve? Hát én azt gondolom, hogy a célkitűzésünk nem lehet más, mint a bentmaradás, tehát még mindig azért újonc csapatnak számítunk, tehát nekünk is tanulnunk kell ezt az NB1-et, tehát nekünk azért azt gondolom, hogy a bentmaradás lesz a fő cél, tehát azért bízva emélünk abba, hogy a csapatnak az a mentalitása, meg azért nagyjából láttuk, hogy tavaly hol tanyáztunk, tehát azért én bízom, hogy ez egy középmezőny talán meg lehet célozni, de ezek az álmaink, de a célkitűzés egyértelműen a bennmaradás.